Hello, sziasztok! Ma egy kis kirándulást teszünk itt Jonkuzának a palotájánál, remélem tetszeni fog. A rozsdási Kuza palota. Alexandru Jonkuza uralkodónak a rozsdási palotája neogótikus stílusban épült 1804-ben. Eredetileg a Sturza család tulajdonában volt. Jelenleg Alexandru Jonkuza első egyesült román tartományok Moldva és Havasalföld uralkodójának ad emléket. A rozsdás palota a nemzeti műemlékek listájában foglal helyet. Rozsdás falu 60 km-re helyezkedik el Jászvásártól, Szépvásár és Paskány között. Az első írásos dokumentum szerint 1596-tól létezik a település. A település nevéhez szóbeszéd szerint két lehetőség is járult. Az egyik szerint egy rozsda, Rukina nevű pásztor, itt települt le a juhajval. De Boris Kröcsun szerint a rozsdás barna talaj adta a nevét, ami esőzés után látszik a legjobban. A palota földszintjén Alexandru Jonkuza uralkodó életét és tevékenységét rekonstruáló kiállítást található. A muzeográfusok megpróbálták úgy berendezni a földszintet, hogy az uralkodó életének minél korhűbb másolatát adják. Korhű bútorokat, könyveket, ezüsttárgyakat hoztak. A neogótikus stílusban épült palotát a német romantizmus inspirálta, mely hasonlít a miklóséni Sturza palotához. Egy négyzet alakú palota, melynek a négy fala szinte szimmetrikus. Valamikor a múltban volt négy kis torony is, ami sajnos nem maradt fenn az utókornak. Egy nagyon kellemes kis séta volt a múltban, gyönyörű palota, amit érdemes meglátogatni. Sajnos a kert nincs rendben tartva, ami nagy mínusz egy ilyen szép látványú palota árnyékában. Akinek útjába esik, az mindenképpen látogassa meg. Kellemes élményben lesz része. Én sokszor mentem el mellette. Faluban semmi látványos dolog nincsen, sőt nagyon lehangoló látvány, mintha 30 éve nem történt volna semmi fejlesztés a turizmus irányába.
mint sok helyen, ahol jártam, nem is a szegénység látszik, hanem a harmonikus építkezés, a rendezettség hiánya. Remélem, hogy a jövőben megtanulnak a vezetőink kicsit inspirálódni a nyugatból. Ne felejtsetek el feliratkozni, ha tetszett a videó, lájkolni és megosztani, evel is segíthetitek a csatorna fennmaradását, a fejlődését. Sziasztok!